Cső. Ali. Csá. Sziasztok. Jó reggelt. Jó reggelt. Hogy lehet jó egy hétfő reggel, amikor korán kell felkelni? Miért? Én például szeretek iskolába járni, csak itt lenni nem szeretek. Na arról meséljetek, hogy milyen volt a hétvégétek. Hát képzeljétek, meglátogott a hétvégén a nagynéném, és anyámtól kaptam egy akkora pofont. Pofon? De hát miért? Nem tudom, pedig én illedelmesen válaszoltam a nagynéném kérdésére. Ezt nem értem. Hát megkérdezte a néni, hogy mit fogok csinálni, ha akkora leszek, mint ő. És én azt válaszoltam, hogy fogyok húrázni. Na akkor kaptam a pofont. Az semmi. Az én apám kétszer is felpofozott szombaton. Kétszer? De hát miért? Mert megmutattam az ellenőrzőt neki, amely tele van egyessel meg kettessel. Jaj, hát azért én is szoktam kapni. De miért kaptad a második pofont? Mert megmondtam, hogy az az ő gyerekkori ellenőrzője. Az én apukám tök jó fej, nem pofozna fel. Tudom, tavaly még az én apukám volt. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt kívánunk! Születésnapi alkalmából szeretném az osztály nevében felköszönteni. Jaj, de kedvesek vagytok! De ebből valami csöpög! Mi ez? Pezsgő? Nem tanárnő, kiskutya. Születésnap ide vagy oda, ma dolgozatot írunk. Készültetek? Igen! Jó reggelt kívánok! Elnézést a késésért, tanárnő. Szervusz, Gézuka! Mi történt? Tetszik tudni, egy foci meccsre álmodtam, és hosszabbítás volt. Gyorsan foglalj helyet! Tanárnő, lehet valakit azért büntetni, amit nem követett el? Nem, mert kérdezed? Mert nem csináltam meg a házi feladatot. Pistike, hogy lehet, hogy most hibátlan a házi feladatod? Tetszik tudni, apa elutazott a hétvégén, és nem tudott segíteni. Osszátok ki a lapokat! A feladat a következő. Bori néni pulóvárt köt 40 km/h sebességgel. A rendelkezésére álló fonal hossza 15 km. A. Mennyire kell Bori néninek felpörgetni a sebességet, hogy befejezze a pulóvert, mielőtt elfogy a fonala? B. Hogyan változik a sebesség, ha időnként Pista bácsi is beleköt? C. Mekkora az a maximális sebesség, ami fölött Bori néni elveszti a fonalat? A feladatra 10 percetek van. Az óra elindul most. Kívánok! Elnézést a zavarásért, de szeretném az unokámat, Móriczkát elkérni az óráról, ha lehetséges. Jó napot kívánok! Sajnos, Móriczka ma nem jött iskolába. De hát hol lehet akkor? Azt én nem tudom. A kikérő szerint az ön temetésén. A kutya fáját neki, ez a Gézenbusz kölyök már megint a bolondját járatja velem. Majd lesz otthon, nem unas. Ébresztétek már fel! Bocsánat, tanárnő, de annyira fáradt vagyok, hogy már azt se tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Kimehetek meg mosakodni? Menj, 2 perced van. Majd én megmutatom neki, melyik ajtón menjen be. Tanárnő, kimehetek én is a mosóba? Nagyon kell. Rendben, de igyekezz. Tanárnő, rosszul érzem magam. Hány ingerem van? Kimehetek én is? Persze, de menjen veled Pistike is, ha rosszabbul lennél. Niki, megnéznéd, hol vannak a többiek? Nincs kréta, hozhatok a tanáriból? I just need a flash and scare.
Macarena, eh, Macarena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena.